Április 8-án vasárnap választott Magyarország. Hajnali 4:30-kor kezdődött meg Székesfehérváron a szavazólapok kiszállítása a város körzeteibe, és 5 órára minden technikai feltétel adott volt, hogy 6 órakor megkezdődhessen a szavazás, összesen 92 szavazókörben. Minden olyan technikai feltételt meg kell teremteni, hogy a szavazás ugye reggel 6 órakor meginduljon, és az első választópolgár, aki megérkezik, az ugye meg tudja kezdeni a szavazást. Befejérkeznek ugye a Szavazatszámláló Bizottság tagok, itt arra kell figyelnünk, hogy minimum 3 fő már legyen, tehát a napi munkát reggel 6 órakor el tudja kezdeni a bizottság, és amennyiben ugye nem érkezik meg minden esküdtet, akár delegált, akár bizottsági tag, akkor nekünk pótolnunk kell, ugye 5 főre, hogy a mozgóurnázást is majd a délután, vagy hát a nap folyamán meg tudják csinálni a Szavazatszámláló Bizottságok, akkor pótolnunk kell. Az egyik legfiatalabb voksoló Szejdel Petra volt Székesfehérváron. A diáklányt elkísértük voksolni. Ahogy mondani szokták, a fiataloké a jövő, úgyhogy fontos, hogy felelősséget vállaljunk szerintem ezen a téren is, mint fiatalok. Mi az, amit mondjuk megvizsgálsz egy párt programjában, mielőtt döntesz, illetve mennyire és hogyan tájékozódsz a közélet eseményeiről? Hát a legtestezállóbb hozzám ugye az az oktatás, úgyhogy ez az elsődleges, amit megnézek egy pártnak a programjában. Netán elég jól felszokták ezeket tüntetni, úgyhogy nyitott információ minden. Érdekes helyszíneket, szavazóköröket kerestünk Székesfehérváron, és találtunk is. Stábunk Börgöndön és Csalán járt. Börgöndiek számára valamilyen módon, de mindig megpróbáltuk oldani azt, hogy legyen szavazókör. Utána a 90-es évek végén ugye a konténer felépítésre került, vagy felállításra került, és mindig volt itt a közösség ereje olyan, hogy mindig volt egy vezető, aki rendezte a különböző közösségeknek, a nyugdíjas klubnak a dolgait, és vele közösen tudjuk ezt itt működtetni. Itt is egy gyakorlott, meg ide kötődő emberkékből választottuk ki, hogy ez a szavazókörnek a Szavazatszámláló Bizottságát, a delegátokat. Tehát tudtunk annyira egyszerűen megoldani, hogy ne kelljen sokat mozogniuk. És ugye ez egy 200-220 fő szavazókör, tehát gyorsan lehet összesíteni az eredményt és behozni. Nyilvánvaló, hogy egy 1200 fős, hogy ezt azért nem lehet hozzám jön. A szavazókörökbe kora reggel óta folyamatosan érkeztek a választópolgárok, délutára már igen magas volt a részvételi arány. Az elnökök azt mondták, ilyen sokan még sosem voksoltak.
A mi körzetünk nem olyan nagy, mert 564 ember jöhetne csak választani, de már délelőtt a több mint 50%-a itt volt, úgyhogy nagyon nagy eredmény volt ez nekünk. Most járunk úgy körülbelül 75%-nál. Este 6 órakor is érkeztek szavazni szándékozók. Az idősebbek is fontosnak érezték, hogy leadják voksukat. Nekünk nagyon fontos a magyarság, mi erdélyek vagyunk tulajdonképpen. Igaz, hogy 28 éve, hogy idejöttem, de mi megszenvedtük azt is, amikor idegen hatalom parancsolt nekünk. A Fidesz-KDNP nyerte a választást, a szavazatok 95,1%-ának összeszámolása után a Fidesznek 133, a Jobbiknak 26, az MSZP-PM-nek 20, a DK-nak 9, az LMP-nek 8, az Együttnek pedig egy mandátuma lesz az új parlamentben. Székesfehérváron a részvétel az országos átlag fölött volt most is. Mindegyik választókerületben van egy-egy olyan szavazókör, ahol mi úgy mondjuk szakmailag, hogy féljegyzőkönyv készült, hiszen csak a névjegyzék összesítésre került sor. Ezekben a szavazókörökben ugye szavazatszámlálásra majd április 14-én szombaton kerül sor, amikor a külképviselet, illetve az átjelentkező választópolgárok szavazatait fogják megszámolni. Tehát jelen állás szerint egy 98,8%-os feldolgozottságú eredmény van. Jelölő szervezeteknek, vagy a jelöltnek, akinek az érdekébe kihelyezték ezeket a plakátokat, el kell távolítani. Természetesen a választópolgárokat azért arról is kell tájékoztatunk, hogy nem csak a jelölt szedheti le és távolíthatja el, hanem megbízhat céget. Varga Tamás és Törő Gábor képviselheti Székesfehérvárt az országgyűlésben a következő 4 évben is. A képviselők úgy fogalmaztak, komoly felhatalmazást kaptak a magyar választópolgároktól. Kemény munkát végeztünk a kampány során is. Én úgy gondolom, hogy a 4 évben végig kint voltam a terepen, és ez biztosította azt, hogy ne csak a választási kampány során láthassanak a választópolgárok, hanem munka közben is. Mindent megtettem annak érdekében, hogy a lakosság, a választók érdekeit tudjam képviselni. A munka közös, a siker is közös, én bízom benne, hogy a folytatás is sikeres lesz. Közösen értékelte a választási eredményt Cserpalkovics András polgármester és Varga Tamás képviselő, aki újra országgyűlési mandátumot szerzett. Mindkét politikus kiemelte, együttműködésükkel a városban további fejlődés várható. Itt Fehérváron sok fiatal,
csatlakozott hozzánk, dolgozott, ővék a jövő, itt képzelik el ebben a városban, ebben az országban a jövőjüket, azokra a hagyományokra építve, amelyek itt ezer év óta, amely ezer új év óta a miénk, és amelyre igazán építhetünk, és azokra az értékekre szavaztak ők is, és az idősebbek is, és arra a munkára, és azokra az eredményekre, amiket itt Székesfehérváron elértünk, és ezt kell folytatnunk, hiszen ez a felhatalmazás azt jelenti, hogy azt a munkát, amit eddig 4-8 éven keresztül folytattunk, és azokat az értékeket őrizzük meg, amelyeket eddig őriztünk, a biztonságot, a családok értékét, a munka értékét, hogy ezt folytassuk, és ezt fogjuk tenni. Én ezt ígérem, mint megválasztott képviselő. Nagyon jó leső érzés volt azt látni, hogy az egyébként is magas országos részvételhez képest is magasabb volt Székesfehérváron a részvétel, hiszen az egyes körzetben 75%-ot is meghaladta. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sokan mondták el a véleményüket országról, városról, és döntöttek arról, hogy ki képviseli Székesfehérvárt az országgyűlésben. Ezúton is gratulálok Varga Tamásnak és Törő Gábornak megválasztásukhoz, kívánok nekik jó munkát, erőt, egészséget, és természetesen alázatot és szorgalmat. Úgy gondolom, hogy egy ilyen közösségnek a parlamenti képviselete az egy nagyon nagy felelősség. Én bízom benne, hogy a következő években is ezt sikeresen együttműködve, összefogással tudjuk megteremteni. Úgy gondolom, hogy mind a ketten nagyon komoly támogatottságot kaptak, nagyon nagy arányú győzelmet arattak, egyértelmű tehát, hogy a fehérvári emberek döntő többsége őket támogatja és szavazatával biztatta is, de az ő dolguk a mai naptól kezdve a munka mellett a teljes város képviselete, azoké is, akik őket támogatták, és azoké is, akik adott esetben más pártokat vagy más jelölteket. Mindahogy nekünk meg azt gondolom mától az a dolgunk, hogy a közös pontokat keressük, közös értékeket keressük, úgy gondolom, hogy ebben a városban van ilyen, és építkezzünk annak érdekében, hogy ez a város fejlődni tudjon a következő években is. Helyi munkával és kormányzati segítséggel.